Miniszter úr, tisztelt képviselőtársaim! Szocialista képviselőtársaim itt az előbb jelezték azt, hogy a költségvetési tanács elnöke miért nem szólal fel, megkapta a lehetőséget itt a tisztelt házban, csak nem kívánt élni vele. Elhiszem, hogy szocialista képviselőtársaim nem szeretnék hallani, amit mondani fogok, de attól még kénytelenek lesznek végighallgatni. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr! Én azt gondolom, hogy az, ami most a tisztelt ház előtt van, az az elmúlt 20 esztendő legnagyobb adócsökkentése. A Fidesz parlamenti képviselőcsoportja ennek az adócsökkentésnek nem csak a mértékével, hanem az irányaival is egyetért, és ezt nagyon fontos dolognak tartja. Az adócsökkentés irányait tekintve óriási előrelépésnek tartjuk, hogy Magyarországon megvalósul az egykulcsos, arányos adórendszer. Nagyon fontos dolognak tartjuk, hogy ebbe az adórendszerbe hangsúlyos részeként fog beleépülni a családi kedvezmények rendszere, azaz az adórendszer mostantól kezdve ismét el fogja ismerni a gyereket vállalókat Magyarországon, és a gyerekvállalás terheit azt a társadalom kompenzálja a gyereket vállaló családok irányába. Ugyancsak nagyon fontos dolognak tartjuk, hogy senki nem fizet több adót a következő esztendőben Magyarországon, viszont a kis- és középvállalkozások és a családok zsebében lényegesen több pénz marad. Úgy is fogalmazhatnék, tisztelt képviselőtársaim, hogy azoknál marad több pénz, azok fognak többet keresni a következő esztendőben, akik eddig a legnagyobb terhet vállalták, és azok fognak több adót fizetni, akik az elmúlt években a legnagyobb profitot vihették haza. Én azt gondolom, hogy ez ténylegesen a társadalmi igazságosság irányába tett nagyon komoly lépés. Tisztelt képviselőtársaim, beszéljünk arról is, hogy először fordul elő ennek a háznak a történetében, hogy a most elén kerülő adótörvények gyakorlatilag a jövedéki adó kivételével csak adócsökkentést foglalnak magukba. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos előrelépés, és már csak ezért is nagyon nagy figyelemmel ajánlom a tisztelt ház minden képviselőjének a figyelmébe a most elén került adótörvényeket. De természetesen akkor, amikor adótörvényekről beszélünk, akkor arról is beszélni kell, hogy mi az, ami, mert hogy egy ciklus elején vagyunk, és az adótörvények egy új ciklus gazdaságpolitikájának is megadják a gerincét, vagy legalábbis annak egy nagyon fontos részét, arról is beszélni kell, hogy mi az a 8 esztendő, amit ebből a szempontból mögöttünk hagyunk, és gondolom, hogy ezt nem szeretnék hallani majd szocialista képviselőtársaim, de kénytelen vagyok végigmondani, mert a tények itt magukért beszélnek. Most visszatekintünk a 2002 és 2010 közötti időszakra, végigszámoltam, tisztelt képviselőtársaim, az MSZP-SZDSZ koalíció 2002 és 2010 között rengeteget beszéltek adócsökkentésről, ezzel szemben 41 alkalommal emeltek adót. Föl is sorolnám ezek közül a néhány, Elhiszem, hogy nem szeretnék hallani, tisztelt képviselőtársaim, de attól még a tények, azok tények. Beszéljünk arról, hogy ezek közül a adóemelési lépések közül, amelyek 2002 és 2010 között bekövetkeztek, azok között jó néhány olyan lépés volt, ami azt gondolom aztán különösen igazságtalan, és ezekre szeretnék is itt kitérni ebben a formában. Ilyen például az, hogy ne felejtsék el, a ciklust is rögtön azzal kezdték, hogy az ÁFA kedvezményes adókulcsát akkor 12-ről 15%-ra emelték, ugye ez pontosan a legszegényebbeket érintette a legnagyobb mértékben. Például 2003-ban rögtön a villamosenergia és a telek áfáját 12-ről 25%-ra emelték, bevezettek rengeteg új találékony adónemet, levegőterhelési díj, vízterhelési díj, talajterhelési díj, innovációs járulék, ezeknek mind az volt a közös jellemzője, hogy ezeket az adókat a magyar családok és a kis- és középvállalkozások fizették meg, tisztelt szocialista képviselőtársaim, és ha nekünk bajunk volt az elmúlt 8 esztendő adórendszerével, akkor pontosan az volt a legnagyobb problémánk, hogy ezeket a terheket mindig a magyar családok, és mindig az egyébként legtöbb embert foglalkoztató magyar kis- és középvállalkozások fizették meg. Azt is mondhatnám persze, hogy az önök adópolitikájából valójában ebből a szempontból a merészség abszolút hiányzott. Mert persze végül is vállalkoztak arra az előző ciklus közepe táján, hogy bevezessék a Robin Hood adót, és kivetették azt az ominózus 20 milliárd forintot az energiaszektorra, de azért ne felejtsék el, az a válságadó, amit például ezekben a napokban tárgyaltunk, mértékét tekintve 70 milliárd forint, és azt gondolom, hogy lényegesen több profitot vihettek haza az energiaszektorban működő cégek, mint ami adót önök csak úgy kivetettek rájuk. Ezzel szemben lényegesen több adót vetettek ki a magyar családokra, valamint a kis- és középvállalkozásokra. Az az adópolitika, ami 2002 és 2010 között zajlott,
társadalmi és gazdaságpolitikai kihatását tekintve volt tragikus. Pontosan azért, mert egyébként Magyarországon nem ösztönzött a gyermekvállalásra, egyértelműen abba az irányba vezetett, hogy az emberek eltitkolják a jövedelmeiket, mert hogyha ezeket a jövedelmeket rendesen megpróbálták volna leadózni, akkor egyre több adót fizettek volna, egyre több ember került át mindig a magasabb adókulcsba. 2010-re eljutottunk odáig, hogy az önök adópolitikájának eredményeként, hogy az effektív felső adókulcs, ami már vastagon az átlag jövedelem alatt belépett, az gyakorlatilag 40,6%-os volt, ami egészen durva, európai léptékkel összevetve is. A újraelosztási aránya az Európában az egyik legmagasabbak közé tartozott, ezzel szemben a magyar állam által nyújtott közösségi szolgáltatások a legrosszabb színvonalak egyikét ütötték meg. Ez volt az önök gazdaságpolitikájának az összes eredője, tisztelt képviselőtársaim. Nem csoda, hogy Magyarországon az elmúlt 8 esztendőben nem volt gazdasági növekedés. Szemben a versenytársainknak tekintett többi közép-európai országgal, ahol egyébként bevezettek egyszerűsített adórendszert, volt is gazdasági növekedés, és még a közösségi szolgáltatások színvonalát is növelni tudták. Tisztelt képviselőtársaim, most nagyon gyakran elmondták, itt figyeltem itt a kisebbségi vélemények során, hogy önök ellenzik az arányos egykulcsos adórendszert. Tisztelt képviselőtársaim, felhívnám a figyelmüket arra, hogy ezt önök egyébként bevezették csak egy másik területen. Ugyanis az áfa alsó kulcsát emelték a felsőhöz. És ha lehet, akkor ez az egyik legigazságtalanabb adókivetési módszer, mert ennek volt az az eredménye, hogy Magyarországon a legszegényebbek is azok után a termékek után, amikből ők fogyasztottak a legtöbbet, ahol addig legalább a kisebb adót kulcsot kellett fizetniük, azután szépen ugyanúgy a 10%-kal megnövelt mértékű áfát kellett fizetniük, tisztelt képviselőtársaim. Ez volt, tehát önök is megcsinálták az arányosítást ebből a szempontból, csak az lett az eredménye, hogy ezzel mindenki rosszabbul járt az áfán belül. Beszélnek itt áfa csökkentésről, akkor beszéljünk erről is, tisztelt képviselőtársaim. Ha én jól emlékszem, akkor önök választási adó csökkentést szoktak folytatni az előző 8 esztendőben, mert mindösszesen 2002-ben ugye ígértek adó csökkentést, de ahogy itt az előbb elkezdtem sorolni, már 2003-ban rögtön növelték, és utána mindegyik évben, aztán 2006-ban valóban csináltak egy áfa csökkentést fél évre. Azzal is becsapták az embereket, tisztelt képviselőtársaim. Utána háromszorosan vették vissza. Ez volt az alapvető probléma, és itt szeretnék kitérni arra, hogy ez egy komoly hitelességi problémát okozott Magyarországon. Azt a hitelességi problémát idézte elő, hogy önöknek köszönhetően senki nem hitt az adórendszerben, mert önök azt csinálták, hogy mindig megígérték, aztán éveken át adót emeltek, választások idején adót csökkentettek, háromszorosan visszavették. Ezzel szemben most az történik, hogy a választási ciklus elején állítunk be egy stabil, adócsökkentésen alapuló adórendszert, ami azt gondolom, hogy a gazdaságpolitikai bizalmat is vissza tudja hozni. Figyeltem itt, hogy beszéltek arról, aztán hányszor gyaláztak minket mindezért, hogy önök úgymond csökkentették a társadalombiztosítási járulékot 5% ponttal. Arról persze elfelejtettek beszélni, hogy ezt gyakorlatilag az utolsó évben tették, hogy ezzel kapcsolatos legnagyobb terheket is majd az új kormány viselje, és arról miért nem beszélnek, tisztelt képviselőtársaim, hogy az azt megelőző évben 4% ponttal megemelték a munkavállalók által fizetett járulékot. Megemelték az egészségbiztosítási járuléknál, a társadalombiztosítási járuléknál, azaz már előtte kétszeresen visszavették az emberektől azt, amit aztán egy évre ebben a formában megint választási adócsökkentés jegyében odaadtak, mert ez az igazság, tisztelt szocialista képviselőtársaim. Ezt is mondják el akkor, amikor itt a kisebbségi vélemények során ilyen fennel hangoztatott, látszólag népszerű nézetekkel érnek. Ennyit tehát az elmúlt 8 esztendőről, a múlt helyett térjünk át inkább a jövőre, tisztelt képviselőtársaim. Ami tehát a jövőt illeti és a most a ház előtt fekvő adótörvényeket, az adótörvények tekintetében én azt gondolom, hogy az arányosítás egy nagyon fontos, nagyon komoly előrelépés. Azért fontos előrelépés, mert a közép-európai versenyképességi küzdelemben a mezőny végéről Magyarország végre az érre tud törni. Mert önök nem szeretnek erről beszélni, de azért beszéljünk róla őszintén, miközben önök az elmúlt 8 esztendőben alapvetően csak adókat emeltek, Közép-Európában minden létező verseny. Társunk, Észtország, Litvánia, Lettország, Szlovákia, Románia, Bulgária, sőt, még Ukrajna és Oroszország is egyébként áttért az arányos adórendszerre, jelentős adócsökkentést hajtott végre, és ezzel növelte a gazdaságának, az országának a versenyképességét. Azért ne felejtsék el, tisztelt szocialista képviselőtársaim, ez egy rendkívül fontos dolog volt. Ennek volt köszönhető, hogy a válság előtt ezek az országok gazdaságilag érdemben növekedtek,
akár még azt is mondhatnánk, fel tudtak készülni egy válságra, mi pedig alig-alig növekedtünk az elmúlt 8 esztendőben. Én azt gondolom, hogy ez is azt bizonyítja, hogy a sikeres országokban vezették be valóban ezt az adócsökkentést, és azt gondolom, hogy ezek után Magyarországnak nincs más választása, ezt meg kell lépnie, hogyha a közép-európai versenyképességi rangsorban oda akar kerülni, ahol 2002-ben volt, amikor önök átvették a kormányrudat. Mert akkor még az elején voltunk, aztán az elmúlt 8 esztendőnek köszönhetően a végére kerültünk. Most azt gondolom, hogy ezzel a lépéssel ismét elkezdünk elindulni abba az irányba, hogy Magyarország ténylegesen ebben a versenyképességi rangsorban az elsők egyike tudjon lenni. Nagyon fontos előrelépésnek tekintem ennél az arányos adórendszernél, hogy egyik dolog egy egyszerű, világos, egyértelmű elvet rögzít, hogy aki többet keres, több adót is fizet. Aki 10-szer többet keres, 10-szer több adót fizet. Sőt, tegyük hozzá őszintén, hogy mivel azért a null kulcs, és ebben a formában ugye az adójóváírás rendszere jelentős mértékben megmarad, ez gyakorlatilag azt is jelenti, tisztelt képviselőtársaim, hogy valójában még mindig az a helyzet, hogy aki 10-szer többet keres, az lényegesen több adót fizet. De ez egy másik kérdés ebből a szempontból, de minden esetre az arányosítás irányába egy jelentős előrelépést teszünk. Ugyancsak egy fontos előrelépés, hogy ez az adórendszer egyszerűbbé válik. Tehát például több adónem is ebben a formában egy kulccsal adózik, mert például az ingatlan értékesítés vagy az osztalék tekintetében szintén megtörténik a 16%-os kulcsra való áttérés. Lassan mindegyé válik, hogy valaki milyen formában veszi ki a jövedelmét, összességében ugyanannyi adót fizet. Ez ezeken a területeken is jelentős adócsökkentést jelent, és azt gondolom, hogy van egy olyan hatása, hogy ösztönzi az embereket arra, hogy bevallják a jövedelmeiket, és adót fizessenek utána, azaz kifehérítő hatása van a gazdaságra nézve. Érdemi lépés abba az irányba, amiről önök beszéltek. Önök ezt úgy próbálták meg elérni, hogy egyre több adóhivatalnokkal, egyre többféle módszerrel próbálták megzsarolni, ellenőrizni az embereket, mi pedig úgy próbáljuk elérni, hogy pozitív ösztönzőket is állítunk annak érdekében, hogy tényleg bevallják a jövedelmeiket, és tényleg adót is fizessenek, mert azt azért ne felejtsük el, az önök adórendszerének eredményeként Szlovákiában személyi jövedelemadóból majdnem többet fizettek be, mint Magyarországon, pedig hát azért nézzék meg, Szlovákia kicsit kisebb ország, mint Magyarország, hogyha így nézzük, tehát ennek az aránynak pontosan fordítva kéne lenni. Ebből látszik, hogy ennek a típusú adórendszernek igenis van adóbevétel növelő hatása is, ha nem is rövid távon, de középtávon. Nem azt várjuk tőle, hogy annyival több pénz folyjon be, amennyibe értelemszerűen ez az adócsökkentés kerül, de azt gondolom, hogy lényegesen kisebb a társadalmi költsége, mint amiről önök egyébként beszélni szeretnek. Tisztelt képviselőtársaim, érdemes beszélni a gyerekvállalás rendszeréről is ebben a formában. A gyerekvállalás tekintetében ez egy óriási előrelépés. Magyarországon ugye nem lehet, ez elhangzott itt a kisebbségi véleményekben is, nem lehet azt elvárni, hogy egyébként demográfiai mutatók tartósan megváltozzanak, hogyha Magyarország tartósan nem tudja egyébként ösztönözni a gyerekvállalási kedvet. És ebbe az irányba én azt gondolom, ez egy hatalmas előrelépés. Mert azért valljuk be őszintén, ilyen mértékű a gyerekeket segítő intézkedésekre, gyakorlatilag az elmúlt, a gyerekvállalást ösztönző lépésekre az elmúlt 20 esztendőben nem került sor. Lehet arról vitatkozni, hogy ennek milyen lesz a rövid távú kihatása. Én arra szeretném emlékeztetni a tisztelt képviselőtársaimat, hogy abban az európai országban, Franciaországban, ahol ez hosszú ideje működik, az egyik legnagyobb gyermekvállalási kedv van, a szomszédos egyébként hasonló helyzetben lévő országokhoz képest. Nem véletlenül, mert az kell hozzá, hogy az emberek elhiggyék, hogy ez tartósan is meg tud maradni. És pontosan az önök tevékenységének köszönhetően nem hitték el az elmúlt 8 esztendőben, hogy egyébként egy gyerekvállalást ösztönző adórendszer tartósan fent tud maradni Magyarországon. Tisztelt képviselőtársaim, ugye itt sokat beszélnek arról, hogy kinél mennyi jövedelem marad, én szeretném leszögezni. Egyrészt minden jövedelem kategóriában személyi jövedelem adó csökkenés következik be. A következő esztendőben senki nem fog több adót fizetni, és azt hiszem a legegyszerűbb mindenképpen azzal a plasztikus példával érni, hogy egy magyar átlagcsalád, a magyar átlagcsalád átlagkereseten keres, a magyar átlagcsaládnak két gyereke van, kicsit kevesebb sajnos, de tételezzük fel, egy átlagkeresettel rendelkező két gyerekes átlagcsalád Magyarországon a most bevezetendő adórendszer következtében úgy jár, hogy havi közel 21 ezer forinttal, évi 250 ezer forinttal több marad a családi kasszában. Én azt gondolom, hogy ez mutatja jól, hogy ennek az adórendszernek ténylegesen milyen hatásai vannak. És tisztelt képviselőtársaim, arról is érdemes természetesen beszélni, hogy mit tehetnek ezzel az emberek. Mi visszaadjuk nekik a szabadságot ebben az értelemben is. Ők döntenek arról, hogy ezt a jövedelmet mire